11. Olimpia letette a tollat, és az imént megfejtett mondatra merett. Keresd a titkot a szirén háborgó tengere alatt. Hát ennek se füle, se farka, de hát az őrizővel kapcsolatos mondatnak sincs semmi értelme. Olimpia mégis biztos volt benne, újabb fontos nyomra bukkant. Mielőtt tovább töprenghetett volna a rejtélyen, valaki kopogtatott. Szabad! Kiáltotta szórakozottan, de gondolatait még a talányos mondat tartotta fogva. Az ajtó kinyílt. Mrs. Bird, Robert, Ethan és Hugh lépett a dolgozószobába, felsorakoztak az asztal előtt. Minotaurus is betrappolt, és elfoglalta a helyét Hugh mellett. Olimpia végre felpillantott a Lightburn naplóból, és elszánt arcokkal találta szembe magát. Elhűlten nézett végig a soron. Valami baj van? Úgy-úgy, ragadta magához a szót Mrs. Bird. Mégpedig jó nagy baj. Robert, Ethan és Hugh helyeslően bólogattak. Akkor forduljanak talán Mr. Chilhursthöz, mondta Olimpia, de figyelme már ismét az érthetetlen mondat felé kalandozott. Ebben a házban ő foglalkozik a problémákkal. Elfelejtette tán, hogy ő most már Chilhurst Vicomte? Szólt ridegen Mrs. Bird. Igen, Olimpia néni, vetette közbe segítőkészen Ethan. Ezentúl ólódságának kell szólítanod őt. Ja, igen, igazad van, csak mindig elfelejtem. Hát akkor forduljatok a problémával ő lordságához, mosolygott rájuk bátorítóan. Ő majd segít, ahogy mindig. Már megbocsás, Olimpia néni, húzta ki magát határozottan Robert, de veled van bajunk. Velem? Nézett magyarázatot kérően Mrs. Birdre. De miről van szó az Isten szerelmére? Mrs. Bird csípőretett keze ökölbe szorult, szája a keskeny vonallá merevedett. Az a kalóz azt állítja, hogy megkérte magát. Olimpia hirtelen óvatossá vált. És akkor mi van? Azt is mondja, hogy maga még nem nyilatkozott, folytatta Mrs. Bird. Már hogy mehetnék feleségül egy vikomthoz? A lány úgy érezte, ezzel mindent megmagyaráz. Miért nem mehetnél? Kérdezte Robert. Igen, miért nem mehetnél? Visszhangozta Ethan. Olimpia felsóhajtott. Értsétek már meg, ő egy vikomt. Egy szép napon őr lesz. Tisztes feleségre van szüksége, nem olyas valakire, mint én vagyok. Miért? Mi a baj veled? Érdeklődött Hugh. Én úgy szeretlek, ahogy vagy. Persze, helyre kis fehér nép vagy, tette hozzá lovagiasa Robert. Mi több, maga az, akit ő lótsága romba döntött, morogta Mrs. Bird, és maga az, akit el akar venni. Én már elmagyaráztam Mr. Chilhurstnek, illetve elmagyaráztam Lord Chilhurstnek, hogy nem hever szomokban, mondta Hugh. Mondtam neki, hogy jól vagy, mégis úgy érzi, feleségül kellene menned hozzá. Ez így igaz, erősködött Ethan is. És mi is úgy gondoljuk, hozzá kéne menned, mert ha nem, akkor lehet, hogy elmegy, és mi új tanárt kapunk. Még egy olyat úgy sem találnánk, aki ismeri Jack kapitány kalandjait, aki tudja, hogyan kell lemérni a folyó szélességét anélkül, hogy átkelnénk rajta, és aki azt is tudja, hogyan kell sárkányt teregetni. Ez becsületbeli ügy, jegyezte meg Robert sötétem. Olimpiát újra elfogta az a tétovaság, bizonytalankodás, amit egész nap érzett. Mert az igaz ugyan, hogy őt, mint sokat tapasztalt asszonyt, nem érdekli a saját jó híre, de ahhoz nem férhet kétség, hogy Jared nagyon büszke. Nála a becsület is sokat nyom alatban. Ha Jared úgy érzi, a becsülete megköveteli, hogy őt feleségül vegye, akkor ő már nem sokat tehet. Ki mondta neked, hogy ez becsületbeli ügy, Robert? Tapogatózott Olimpia. Talán Chilhurst? Én mondtam Robert úrfinak, hogy ez becsület kérdése, vágott közbe Mrs. Bird. És ez így is van, maga is tudja, Miss Olimpia. A lány várakozóan nézett unokaöccseire. Négy szem közt kellene folytatnunk ezt a beszélgetést, Mrs. Bird. Nem, mondta gyorsan Robert. Megígértük őlordságának, hogy beszélünk veled. Megígértétek? Igen, úgy tűnt, nagyon örül, hogy segítünk, bólogatott Robert. Értem. Olimpia felegyenesedett székében. Ha Jared még ezt az eszközt is hajlandó volt bevetni, annyit jelent, biztosra akar menni. Mrs. Bird észrevette, az események új fordulatot vesznek. Éles pillantást vetett Olimpia arcára, és a fiúkat az ajtó felé kezdte terelgetni. Jól van, fogadjanak szót szépen, menjenek fel a szobáikba, majd én megbeszélem a dolgot Miss Olimpiával. Robert kételkedve méregette. De ugye szól, ha szüksége lesz ránk, Mrs. Bird? Hogyne, hogyne, de most már kifelé.
Mindhárom fiú udvariasan biccentett, majd kimasíroztak a szobából. Nyomukban elügetett Minotaurus is. Amint az ajtó bezárult a kis csoport mögött, lábdobogás és ugatás verte fel a ház csendjét. Olimpia kivárta, míg a dübörgés az emeleti folyosókon is elhal. Nem mernék ezt megtenni, ha Jared a közelben lenne, gondolta. Ezek szerint őrültsága nincs itthon? Fordult a házvezetőnőhöz. Nincs, Miss Olimpia. Még délután elment, ragyogott fel Mrs. Bird arca. Azt mondta, fontos dolga van. Nem lennék meglepe, ha diszpenzáció után járna. Szentséges egek! Olimpia behajtotta a naplót és hátradőlt. Mondja meg, mit csináljak, Mrs. Bird. Menjen hozzá! Nem tehetem. Csak nem hiszi azt, nem lenne elég jó egy vikom feleségének. Ugyan, azt hiszem, képes lennék mindent megtanulni, amihez kell. Nem lehet az olyan nehéz. Akkor miért nem megy hozzá? Olimpia pillantása az ablakra siklott. Ennek egyetlen oka van. Nem szeret. Ha, valami ilyesmire számítottam. Hallgasson rám, Miss Olimpia. Nem a szerelem a legfőbb oka a házasságnak. Ez nem igaz, Mrs. Bird, állította Olimpia. Nem tudom elképzelni, hogy feleségül menjek egy olyan férfihez, aki nem szeret. De az hagyja, hogy kihasználja magát, vágott vissza az asszony. Ezt nem értheti, Mrs. Bird. Nagyon is értem. Mikor tanulja már meg, hogyan kell észszerűen viselkedni? Tudja, mi a maga baja? Hajolt előre indulattal Mrs. Bird. Túl sok évet töltött már el a könyvei között, csak a legendáival, meg az ismeretlen földekkel foglalkozik, de a legfontosabb dolgokról nem tud semmit. Olimpia kezébe temette arcát. Ma délután annyira megfájdult a feje. Eddig nem is ismerte ezt a kínzóérzést. Csak azért kérte meg a kezem, mert a mechanikai múzeumában találkoztunk a mennyasszonyával. A mennyasszonyával? Mennydörögte felháborodottan Mrs. Bird. Ennek a csirkafogó kalóznak mennyasszonya van? És nem által magával összeköltözni? Igazság szerint már nem a mennyasszonya. A hölgyet Lady Beaumontnak hívják, sóhajtott fel Olimpia. A jegyességüket 3 évvel ezelőtt felbontották. És miért? Ráncolta homlokát a házvezetőnő. Nem illettek össze. Ha, itt valami titoklappang. Mrs. Bird mélyen asszony a szemébe nézett. Megérné kideríteni, mi történt ő lordsága és a mennyasszonya között. Miért? Kérdezte meglepetten Olimpia. Nem tartozik rám. Ebben nem lehet biztos. Ha engem kérdez, ő lordsága különös ember. Persze, a gazdagok furcsa egy népség. De ilyen furát, mint ez a Lord Chilhurst, még sose láttam. Honnan ismeri meg a gazdagokat, Mrs. Bird? Mit tudja maga, hogyan viselkednek? Az biztos, hogy egyikük se adná ki magát házi tanítónak, torkolta le az asszony. Chilhurstnek jó oka volt rá. Jó oka, jó oka. Aztán hirtelen elhallgatott, mert a halántékát nyomogató Olimpiára merett. Mi van a fejével? Fáj? Igen. Azt hiszem, lefekszem és pihenek egy kicsit. Majd viszek fel kámforos amóniás főzetet. Csodát művel, nekem elhiheti. Köszönöm. Bármi jó lesz, csak ettől a vitától megmenekülhessen. Nem akarta hallani a másik érveit. Már az is bőven elég, hogy a saját érzései ellen kell harcolnia. Felállt. Már éppen megkerülte volna az asztalt, mikor valaki jó erősen megrázta a kopogtatót. Minotaurus folytott ugatással valahonnan fentről válaszolt. Ő lordsága lesz az. Derogál kinyitni az ajtót most, hogy ő már vikomt. Zsémbelődött Mrs. Bird. A gazdagok már csak ilyen kiállhatatlanok. Olimpia felmérte a dolgozó szoba ajtaja és a lépcső közti távolságot. Ha elég gyors, feliramodhat, mielőtt Jared észreveszi, és sarokba szoríthatja a szobában. Lábújhegyen az ajtóig merészkedett, kifülelt. Megdermett, mikor a halban felcsendülő 3 hangból 2-t felismert. Megnézem, ő lédisége itthon van-e? Közölte Mrs. Bird olyan hangon, amit Olimpia eleddig nem hallott tőle. Volt benne valami enyhe, de jól kivehető lekicsinlés. Egy perccel később Mrs. Bird már a dolgozószoba ajtajában toporgott. Arca kivörösödött az izgalomtól. 2 hölgy és egy úr akarja tiszteletét tenni. Azt mondták, Lady Chilhurstöt keresik, suttogta. Úgy látszik, azt hiszik, maga már ő lordsága felesége. Tudom. A fenébe is, hogy ennek miért kellett megtörténnie. Bevezettem őket a nappaliba. Mondja meg nekik, Mrs. Bird, hogy beteg vagyok. A házvezetőnő a harcba menők elszántságával húzta ki magát. Fogadnia kell őket, különben gyanút fognak. Megoldjuk mi ezt. Chilhurst nélkül lehetetlen. Ugyan már,
próbált lelket önteni Beli az asszony. Eljátsszuk nekik, hogy maga a vikon felesége. Édes jó Istenem, miért küldeszem ekkora csapást? Mrs. Bird, én ezt képtelen vagyok végigcsinálni. Jaj, ne aggódjon már annyira, majd én figyelek mindenre. Tessék, az úriember ide a tanévjegykártyáikat is. Hadd nézzem. Olimpia a kártyákra pillantott és felnyögött. Lady Beaumont, Lady Kirkdale és valaki, akit Gifford Seatonnak hívnak. Főzök egy teát, tüsténkedett Mrs. Bird. Ne féljen már, nem felejtem el ő lédiségének szólítani a vendégek előtt. Azzal elrohant a konyha irányába, mielőtt megállíthatták volna. Olimpia a végzett szabjáját érezte maga fölött lebegni, ahogy reszkető léptekkel a nappali felé indult. Bárcsak betoppanna Jared, ő tudná, mit kell csinálni. Ő mindig tudja, mi a teendő ilyen helyzetekben. Az is eszébe jutott, ha nem sikerül rávennie Jaredet, hogy ne vessenek véget romantikus viszonyuknak, ezentúl neki magának kell szembenéznie az ilyen kellemetlenségekkel. Na persze, a férfi legkisebb gondja is nagyobb lesz ennél, gondolta bánatosan. Ha pedig elmegy, az ő szíve megszűnik dobogni. Demetria és Constance a kanapé két végében foglaltak helyet. Kék és kankalénszín ruhájuk eleganciája kirít a szerény környezetből. A jóképű fiatalember, aki az ablak közelében állt, csupán néhány évvel lehetett fiatalabb Olimpiánál. Haja ugyanolyan szőkén ragyogott, mint Demetriáé. A kínosan, a legutóbbi divat szerint összeállított öltözéke bonyolultan megkötött pompázatos nyakkendőből, derekára simuló, jól szabott kabátból és élesre vasalt nadrágból állt. Lady Chilhurst, mosolyodott el Demetria, de tekintetében nyoma sem volt jókedvnek. Azt hiszem, barátnőmet Lady Kirkdale-t már ismeri. Engedje meg, hogy bemutassam a fivéremet, Gifford Seatont. Mr. Seaton, viccentett kimérten Olimpia, ahogy ezt Jaredtől látta. Lady Chilhurst, Gifford mosolyogva hozzálépdelt, megragadta a kezét, ajkát könnyedén a bőréhez érintette. Kimondhatatlanul örülök, hogy megismerhetem. Gifford ragaszkodott ehhez a látogatáshoz, jegyezte meg erőtlenül Demetria. Constance és én úgy döntöttünk, elkísérjük. A férfi tetőtől talpig végigmérte Olimpiát. A nővérem elbeszése alapján másmilyennek képzeltem. Mit akar ezzel mondani? Kapta vissza a kezét Olimpia. Fejfájása elviselhetetlenné erősödött. Semmi másra nem vágyott, mint hogy ezek az elegánsan öltözött emberek távozzanak, és egyedül hagyják végre. Nem állt szándékomban megbántani, asszonyom, mondta gyorsan Gifford. De Demetria szerint ön valószínűleg vidéken élt eddig, azt hittem, ez a megjelenésén is meglátszik. Álmodni sem mertem volna, hogy ön ilyen bájos. Köszönöm. Olimpia nem tudta, boknak veheti el hallottakat. Foglaljon helyet, kérem. A házvezetőnőm azonnal hozza a teát. Nem maradunk sokáig, mondta nyugodtan Constance. Csak a kíváncsiságunkat akartuk kielégíteni. A kíváncsiságukat? Nézett rá Olimpia értetlenül. Demetria lágyan felkacagott. Biztosan tudja, kedvesem, hogy Chilhurst és én valaha jegyben jártunk. Mióta az öcsém tegnap megtudta, hogy ő lordsága végül megnősült, nem volt maradása, minél előbb meg akarta ismerni önt. Gifford mosolya hidegé vált. Ő lordsága különleges követelményeket támaszt egy feleséggel szemben. Mielőbb látni akartam ezt a minden igény kielégítő hölgyet. Fogalmam sincs, miről beszél, vallotta be Olimpia. Gifford az ablak közelében álló székre ereszkedett le. Úgy tűnt, meglepi a válasz. Nem árt, ha megismeri a tényeket, mielőtt bevezetik a társaságba, asszonyom. Nyílt titok, hogy Chilhurst azért bontotta fel az eljegyzést, mert tudomására jutott Demetria anyagi helyzete. Addig tévesen azt hitte, a nővérem nagy vagyon várományosa. Ugye érti? Nem értem. Olimpia úgy érezte magát, mint egy kisegér, akibe három gonosz macska is belemélyezti karmait, mielőtt elharapnák a torkát. Gifford tekintete összeszűkült. 3 évvel ezelőtt Chilhurst világosan kifejezése jutatta, egy dolgot vár el a feleségétől, hogy pénzt vigyen a házasságba. Gifford, kérlek, szólt rá rosszallóan Demetria, majd kényszeredetten Olimpiára mosolygott. Bár Chilhurst nemesi címmel bír, a családja is kénytelen elismerni, hogy a szívét a pénzes zacskójában hordja. Chilhurstnél minden a pénz körül forog, vetette közbe ellenségesen az öccse. Ugyan, Gifford, Lady Chilhurst-tel biztosan nagyon jól összeillenek, jegyezte meg kedvesen Constance, hisz ő lédisége is olyan életre való. Miből gondolja?
pislogott Olimpia. Eddig még senkinek nem jutott eszébe, hogy őt életrevalónak nevezze. Gifford felhorkant. Eléggé nyilvánvaló, nem? Ő bizonyára nagyon gazdag, különben Chilhurst nem vette volna el. Pedig Isten látja, neki is bőven van mit tejbe aprítania. Mégis képes volt a városnak ebbe a nyomorúságos részébe hozni önt. Tekintete megvetően söpört végig az egyszerű muszlin ruhán. Ami azt illeti, ön sem költ túl sokat ruházkodásra. Az ember ebből arra következtet, ön is óvatosan bánik a pénzzel. Chilhurstnek ez biztosan tetszik. Demetria mosolygott ugyan, de hangja ridegen csendült. Szerintem attól retteget, hogy én majd két kézzel szórom a pénzt. Hát nem tévedett. Én ugyanis szeretem a csinos dolgokat. Constance gyengéden rámosolygott. Ez igaz, Demetria, és a csinos dolgok nagyon sokba kerülnek. De megérnek minden kiadott penit, vágta rá. Chilhurstnek a bőre alatt is pénz van, háborgott tovább Gifford. Tám még Krőzusnál is gazdagabb. Minek neki még a felesége vagyona is? Olimpia felháborodottan tiltakozni készült, azonban észrevette, hogy a két nő ideges pillantást vált. Hirtelen megértette, miért vibrál úgy közöttük a levegő. Nem akartak idejönni. Csak azért kísérték el Giffordot, hogy semmi jóvá tehetetlen ne történhessék. A fiatalemberből sütött a harag és a rossz indulat, ellenséges indulatai kizárólag Jaredre irányultak. Olimpia egy szót sem szólt. Bocsásson meg az öcsémnek, kérem, mentegette Gifford bádulatlanságát Demetria. De még ennyi év után is indulatba jön, ha arra gondolt, Chilhurst nem volt hajlandó párbajra kiállni vele. Olimpia alig kapott levegőt. Döbbenten meredt a szőkenőre, majd a férfihoz fordult. Csak nem azt akarja mondani, hogy párbajra hívta Chilhurstöt. Már megbocsásson, asszonyom, de nem volt más választásom. Gifford felállt, és az ablakhoz ment. Vérig sértette, porigalázta a nővéremet. Ki kellett hívnom? Ugyan, Gifford, csitította Demetria. Mi értelme megint felemlegetni ezeket a régi dolgokat? 3 éve történt, már rég boldog házasságban élek, más valakivel. Olimpia a férfi megfeszülő vállát nézte. Attól tartok, jóval többről van itt szó, mint amennyit elmondott Mr. Seaton. Gifford vállat vont. Biztosíthatom, ez minden. Miután Chilhurst felbontotta az eljegyzést, párbajra hívtam. Megmondtam, úgy érzem, a nővéremet mélyen megsértette becsületében. Demetria felsóhajtott. Constance megnyugtatóan a karjára tette a kezét. Mit válaszolt erre Chilhurst? Kérdezte Olimpia. A lehető legudvariasabban bocsánatot kért, mondta nyájasan Demetria. Ugye így volt, Gifford? Így, hogy a mennykő csapjon belé. Pontosan ezt tette. Udvariasan bocsánatot kért, és visszautasította, hogy találkozzék velem a becsület mezein. A beszarig az ember. Gifford, nem kéne ilyet mondanod Lady Chilhurst előtt, mondta kétségbe esetten Demetria. Hallgasson a nővérére, suttogta Constance. Csak a tényeket mondom el Lady Chilhurstnek. Gifford már ordított. Hadd tudja meg, kihez ment feleségül. Olimpia elhűlten nézett rá. Megőrült? A férjem nem gyáva. Természetesen nem, mondta gyorsan Demetria. Senki nem merné Chilhurstöt gyávasággal vádolni. Még hogy nem gyáva, süvöltötte Gifford. Az a beszari alak. Én mondtam, hogy nem bölcs dolog elkísérni az öcsédet, Demetria, murmolta Constance. Mi más tehettem volna, súgta vissza Demetria. Semmi nem állíthatta meg, hogy ide ne jöjjön. A szaggató fájdalom Olimpia fejében percről percre rosszabb lett. Azt hiszem, ma délutánra elegem van a látogatókból. Ha kérhetem, most már távozzanak. Kérem, bocsásson meg az öcsémnek, Lady Chilhurst, rebegte Demetria. Olyan forró fejű, de csak engem akar védeni. Gifford, megígérted, hogy nem rendezel jelenetet. Kérjél bocsánatot Lady Chilhurst-től. Az igazságért nem kérhetek bocsánatot. Mennydörögte Gifford. Már csak a nővére érdekében is meg kellene tennie, jegyezte meg hűvösen Constance. Egyikük sem akarhatja, hogy újra szárnya kapjanak a pletykák. Csak fájdalmat okoznak minden érintetnek. Elhallgatott. Bomon se örülne, ha a fülébe jutna. Az utolsó mondata elérte hatását. Gifford felbőszült pillantást vetett nővérére és Constance-ra, aztán lassan Olimpiához fordult és biccentett. Bocsásson meg, asszonyom. De Olimpiának már mindenből elege lett. Nem érdekel a bocsánat kérése. Rengeteg dolgom van, ha kérhetném. Azért ne haragudjon ránk, Lady Chilhurst. Demetria már a kesztyűjét igazgatta.
Akkoriban kínosan érintett minnyájunkat, de már többször elmagyaráztam az öcsémnek, jobb nem is történhetett volna. Igaz, Constance? Igen, válaszolta a barátnő. Ha Chilhurst nem vett véget a jegyességnek, Demetria soha nem lett volna a Bobon felesége. Bobonnal boldogabb, mint Chilhurst-tel lehetett volna. Ehhez kétség nem férhet, nézett Olimpiára Demetria. Bomon nagyon jó hozzám, asszonyom. Elégedett vagyok a választásommal. Nem szeretném, ha azt hinné, Chilhurst után epekedem. Semmi sem áll távolabb tőlem. Gifford halkan átkozódott. Olimpia feje lüktetett. Hogyan tudnám mielőbb kitessékelni a kellemetlen látogatókat? Chilhurst is jöhetne már. Neki ez nem okozna gondot. A te asszonyom, jelentette az ajtóból Mrs. Bird, frissen megtalált Stentori hangján. Tölthetek? Olimpia lélegzetvételnyi szünethez jutott, hálásan nézett az asszonyra. Köszönöm, Mrs. Bird. A házvezetőnő elégedettségtől sugárzó arccal diadalmasan vonult be a nappaliba. Furcsa, győzelmi zászlóként magasra tartva hozta az óriási tálcát, amelyre a régi ezüst teáskészlet valamennyi felelhető darabját sikerült felpakolnia. Egy gyengébb fizikumi asszony hét-hét görnyedt volna a súly alatt. A tálcát óvatosan egy parányi asztalra helyezte, és energikusan munkához látott. Táncra keltek a csészék, összeverődtek a kanalak. Demetria és Constance kövé váltan szemlélte a teázás előkészületeit. Gifford megvetően elhúzta a száját. Olimpia úgy döntött, még egy kísérletet tesz, hogy megszabaduljon a nem kívánt vendégektől. Az az igazság, mondta határozottan, hogy nem érzem jól magam. Nem bánom, önök mit csinálnak, én minden esetre felmegyek a szobámba. A nappaliban lévők egy emberként megrökönyödve néztek rá. Nem teheti ezt velem, most hoztam be a teát, siránkozott neheztelve Mrs. Bird, és meglobálta a nehéz teáskannát. Addig ugyan el nem mennek, még egy csészével meg nem isznak. Nem hiszem, hogy itt maradhatnánk teára, mondta gyorsan Demetria, és felállt. Igen, igen, emelkedett fel Constance is. Sajnos mennünk kell. Ne szaladjanak már, egy szemvillanás alatt megvagyok. Mrs. Bird gyorsan töltött, majd a csordultig telt csészét heves mozdulattal Demetria felé nyújtotta. Tessék, asszonyom! Demetria önkéntelenül a csésze és a tányér után nyúlt. A csésze megbillent, a földre hult. A tea végigömlött a csodás kék ruhán. Demetria halkan felkiáltott és hátrébb lépett. Jaj, mondta mindenbe beletörődve Olimpia. Ezt a ruhát csak tegnap szállították le, mereztette szemét mérgesen a barna foltokra Demetria. Egy vagyomba került. Constance előkapott egy csipkés fehér zsebkendőt, és igyekezett felitatni a teát a ruháról. Semmi baj, egy tucat új ruhát kapsz helyette Bomontól. De nem erről van szó, Constance, vetett lesújtó pillantást Mrs. Birdre. Ez az asszony használhatatlan, Lady Chilhurst. Miért űri el maga körül? Mrs. Bird ragyogó házvezetőnő, vette védelmébe Olimpia. Már hogy ne lennék az? Lengette meg sértődötten a kannát Mrs. Bird. Másként nem dolgozhatnék egy született vikomnál. A tea a szőnyegre lötyent. Úristen! Jegyezte meg alig titkolt jókedvvel Constance. Elképesztő. Ha ezt a barátainknak elmeséljük, nem fogják elhinni. Megtiltom, hogy pletykákat terjesszenek rólunk, csattant fel Olimpia. Felállt, erőt gyűjtött, hogy végre eltávolítsa a betolakodókat. A halból hangos kiabálás hallatszott. – Gyere vissza, Minotaurus, légy jó kutya! – Azonnal gyere vissza! – süvöltötte Hugh a lépcső tetejéről. Dobhártya szaggató fügy harsant. Egy pillanattal később Minotaurus trappolt be a nappaliba, lélekszakadva sietett a vendégek üdvözlésére. Erőteljes farksuhintással telibe találta a tálcát, újabb két csésze pottyant a földre. – Az anyád piros viganóját! – sivított rá Mrs. Bird. Most aztán tölthetek megint. Miattunk igazán ne zavartassa magát, kapkodott levegő után Demetria. Constance halára váltan hátrált. Tüntessék el innen ezt a vadállatot! Minotaurus busa feje a hang irányába fordult, pofája örömtelén vigyorba húzódott, lógó nyelvvel most már Constance-ra figyelt. A mindenit! Gifford kissé zavarodottnak tűnt. Aztán öles léptekkel átvágott a szobán, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy üstökön ragadja a kutyát. Minotaurus boldogan felvakkantott. Íme, egy idegen, és játszani akar vele. Olimpia hallotta a bejárati ajtó nyitódását, majd csukódását. Kiviharzott a halba, csípőretett kézzel megárcseled előtt. Csak, hogy megjött, uram. Valami baj van?
kérdezte udvariasan a férfi. Olimpia a nappaliból kiszűrődő lárma felé intett. Hálás lennék, ha csinálna ezekkel valamit. Jared az ajtóhoz sétált, hideg érdeklődéssel hordozta körbe tekintetét a szobán. Minotaurus, mondta halkan. A kutya bármennyire is élvezte a Giforddal való fogocskát, azon nyomban otthagyta a kimerülni látszó férfit, és átcsattogott a nappalin. Dicséretre várva huppant le Jared elé. Az megpaskolta a lihegő állat fejét. Jól van, most menj le a fiúkhoz, Minotaurus. A kutya engedelmesen felállt, és villámgyorsan elhagyta a szobát. Jared a házvezetőnőre nézett. Hagyja azt a teát, Mrs. Bird. De hát nem is ittak, tiltakozott az asszony. Jared jeges udvariassággal hajtotta meg fejét Gifford felé. Biztos vagyok benne, a vendégeinknek már nincs idejük teázni, hisz éppen menni készültek. Vagy tévednék, Mr. Seaton? Gifford, aki a rátapadt kutya szőrt söpörte le kabátja ujjáról, undorodva felmorrant. Már megyünk. Ennyi elég is lesz ebből az őrültek házából. Ég áldja, Lady Chilhurst, köszönt el Demetria. Constance-szal épp az ajtó felé indultak, Gifford szorosan a nyomukba lépkedett. Demetria egy utolsó gúnyos pillantást vetett Jaredre. Soha nem volt az a hétköznapinak mondható ember Chilhurst, de ez a figyelemre méltó háztartástán még önnek is sok. Hogy bírja mindezt idegekkel, uram? Az itthoni dolgaim nem tartoznak önre, asszonyom, mondta Jared. Meghívás nélkül többé ne lépjék át ennek a háznak a küszöbét. Csirkefogó, sziszegte Gifford. Csak azt remélem, szegény felesége tudja, mibe keveredett ezzel a házassággal. Csend legyen, Gifford, szólt rá Demetria. Menjünk. Több meghívásnak is eleget kell még tennünk ma délután. Szerintem egyik sem lesz ilyen szórakoztató, jegyezte meg Constance. Méltóság teljesen kivonultak. Jared meg sem várta, míg a hintóba szállnak, hangos dőrenéssel becsapta mögöttük az ajtót. Olimpiához fordult. Soha többé nem fogadhatja egyiküket sem, mondta. Megértette? Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Olimpia mérgesen elindult a lépcsőn felfelé. Nekem ne parancsolgasson, Chilhurst! Ne felejts el, ebben a házban én rendelkezem, és ön csupán az egyik alkalmazottam. Lesz szíves ezt észben tartani, és ennek megfelelően viselkedni. Jared figyelemre sem méltatta a kitörést. Olimpia, beszélni szeretnék önnel. Most nem, uram. A szobámba megyek, és pihenek egy keveset vacsor előtt. Borzasztónál elmögöttem. A lépcső közepén mégis megtorpant. Mondja csak, uram, valóban olyan mélyre süllyedt volna, hogy arra buzdítja az unokaöcseimet és Mrs. Birdöt, beszéljenek rá a házasságra? A férfi a lépcső aljához lépett, és felnézett rá. Igen, ideig süllyedtem. Szégyelje magát! Úgy el vagyok keseredve, húzódott Jared szája fújtsa mosolyra. Hogy megtennék bármit. Érti? Bármit. A pokol legalsó bugyrába is leszállnék, egyenként hoznám le a csillagokat, ha kell, csak hogy a feleségemnek tudhassam. Komolyan gondolja, futott át a lány agyán. Lehangoltsága, gyötrő fejfájása ellenére édes borzongás remegett tagjaiban. Ellenállása, mint csepp a tengerben eltűnt. Felesleges minden további ügyeskedés, mondta. Bár még mindig nem volt egészen biztos a férfiban, és érezte, szavai sorsdöntőek lesznek. Úgy döntöttem, feleségül megyek önhöz. Jared teste megfeszült. Köszönöm, Olimpia. Minden erőmmel azon leszek, hogy soha ne bánhassa meg a döntését. Pedig meg fogom bánni, közölte az elgyötörten. Ettől semmi nem menthet meg. De most kérem, hagyjon magamra. Csak még egy percet, Olimpia. Jared tekintete az arcát kutatta. Megkérdezhetem, miért gondolta meg magát a legutóbbi találkozásunk óta? Nem. Lépett a lány egy fokkal feljebb. Olimpia, könyörgök, tudnom kell a választ. A kíváncsiság elemészt. A fiúknak köszönhetem, hogy megmásította a döntését? Nem. Újabb lépcsőfok. Mrs. Birdnek talán? Tudom, nagyon aggódik az ön hírneve miatt. Mrs. Bird nem befolyásolhatná a döntésemet, és már a lépcső tetején állt. De akkor miért? Kiáltott fel a férfi. Olimpia a lépcsőfordulóban megállt, és hűvös fensőséggel nézett le Jaredre. Azért határoztam másként, uram, mert rádöbbentem, ön remekül ellátja a házam irányítását. Hogy jön ez ide? Érdeklődött bizalmatlan a férfi. Igazán egyszerű. Nem engedhetem meg magamnak, hogy elveszítsem önt. Tudja, milyen nehéz rendes személyzetet találni. Olimpia, csodálkozott el Jared.
Csak nem azért jön hozzám, mert rendben tartom az otthonát. Házasságra jobb okot keresve sem találhatnék. Ja igen, azért van itt más is. Mégpedig, ráncolta szemöldökét Jared. Nem tudja véletlenül, mit jelent a szirén szó? A férfi meghökkent. A szirén egy mondabeli teremtmény dalától elkárhoznak az óvatlan tengerészek. Nem az a fajta szirén, toppantott türelmetlenül Olimpia, hanem szirén nagy S-szel és Y-nal. Így hívták Jack kapitány hajóját. Miért kérdi? Biztos benne? Apám mondta. A rajzok, suttogta Olimpia. Miféle rajzok? Kérdezte Jared értetlenül. Nem emlékszik? A napló fedelén belül, elől és hátul is rajzok vannak. Gályák a viharos tengeren, a háborgó tengeren. Az egyik hajó órát egy női figura díszíti. Talán épp egy szirén. Akkor az csak Jack kapitány hajója lehet. A fejfájás egy csapásra megszűnt. Olimpia felkapta a szoknyáját és lerohant a lépcsőn. Várjon, most meg hova megy? Kérdezte Jared a mellette elsővítő lánytól. A dolgozószobába, fordult az vissza az ajtóból. Nagyon elfoglalt leszek, Mr. Chilhurst. Gondoskodjék róla, hogy senki ne zavarjon. Igenis, Miss Wingfield, szaladt fel a férfi szemöldöke. Mint a személyzet tagja, mindenben utasításai szerint járok el. Olimpia bólintott, és becsukta az ajtót a másik orra előtt. Az asztalhoz szaladt, és felkapta a naplót. Elmélyülten tanulmányozta a rajzokat, majd a papírvágó kés után nyúlt. Óvatosan körbevágta a háborgó tengeren hajózó szirén rajzát, és előhúzott alóla egy vékony papírlapot. Széthajtogatta. Egy sziget térképe volt. A Nyugat-Indiák ismeretlen szigetéjé. De a térkép félbe volt tépve. A másik fele hiányzott. A tépet papírlap tetején ez a mondat állt. Ha a szirén és a tengeri kígyó egymásra talál, ketten együtt, már az egész, a zár csak a kulcsra vár. Olimpia izgatottan a hátsó rajzhoz lapozott. A vadhullámokkal küzdő hajók közül kiválasztotta az óriási kígyóval ékesítettet. Körbevágta. Alatta a térkép másik felének hűlt helyét találta. 12. Jared tányérja bal oldalára helyezte a határidőnaplót. Milyen megnyugtató dolog egy határidőnapló, gondolta. Azt az érzetet kelti az emberben, hogy ő maga irányítja a sorsát. No persze, ez tűnékeny illúzió, de a szertelen vágyak áldozatául esett férfiak két kézzel kapnak minden illúzió után. Ahogy eddig is, ma 8-tól 10-ig tart a tanítás, jelentette be. A földrajz és matematika órát folytatjuk. Földrajzórán mesél még nekünk Jack kapitányról, uram? Kérdezte Hugh szájában egy fél tojással. Evés közben nem beszélünk, mordult rá a férfi. Elnézést, uram! Hugh egyben lenyelte a tojást és elvigyorodott. Már meg is ettem. Mesél még a kapitány kalandjairól? Igen, uram, kapcsolódott be Robert is. Hallhatnánk még egy történetet? Azt, amikor Jack kapitán egy olyan órát szerkesztett, amivel meg tudta határozni a helyzetüket a tengeren, ábrándozott Ethan. Azt már hallottuk, förmett rá Robert. Nem baj, én még egyszer hallani szeretném. Jared titokban Olimpiát figyelte, aki szórakozottan kente a vajat a kenyérszelet mellé. A lány arckifejezése rossz érzéssel töltött el. Tekintete a távolba merett, gondolataiba merült, mióta csak lejött reggelizni. Ma reggel aztán nem volt jól kifundált véletlen összeütközés a folyosón, sehol egy epekedő pillantás, egy lopott csók, egy elpirulás. Bajos jelek egy ilyen fontos nap elé, rémüldözött Jared. Ha a szélesség és hosszúság mérésére kíváncsiak, akkor inkább Jack kapitány egy bolygóposztoni útjáról beszélnék, mondta hangosan. Az órák végeztével elkísérem a nagynénjüket a társaság könyvtárába. Olimpia erre azért felfigyelt. Remek, úgyis ellenőrizni akartam valamit a térképeken. Ki gondolná, hogy ma lesz az esküvője? Morfondírozott Jared. A lány nagyobb izgalommal tölti el, hogy beáshatja magát holmi poros térképekbe, mint az, hogy hamarosan oltár elé vezetik. Amíg ön a könyvtárban dolgozik, mondta hangosan, én találkozom Felix Hartwell-lel. Az üzleti ügyeimet szeretném megbeszélni vele. A fiúk addig sárkányt röptethetnek a parkban. Amint ezzel megvagyunk, megebédelhetünk. Ethan vidoran kalimpált lábával, sarka neki-neki ütődött a szék lábának. És délután mit csinálunk? Ne rugdalj azt a széket, kérem. Szólt rá szórakozottan tanára. Igen, uram.
A férfi a következő bejegyzésre pillantott. Érezte, minden porcikája megfeszül az izgatottságtól és a várakozástól. Mi lesz, ha Olimpia meggondolja magát? Nem, az nem lehet. Nem, a gyönyörű szirén most már nem gondolhatja meg magát. Most nem fordíthat hátat neki, az egyetlen asszony, akit valaha is igazán akart, őrülten, esztelenül, mindent elfeledve. Miután ettünk, folytatta, szándéka szerint érzelemmentes hangon, a nagynénjük és én elintézzük az esküvővel kapcsolatos formalitásokat. Minden engedélyt sikerült beszereznem, így hamar túlesünk a dolgon. Ha hazajöttünk, az asztal túlfelén ezüst csapódott a porcelánhoz. Jared még időben felnézett, hogy láthassa, a vajtartó átbucskázik az asztal szélén, a vajdarab tovasiklik a szőnyegen. Olimpia felugrott, letérdelt, és szalvétájával idegesen dörgölni kezdte a fénylő csíkot. Hagyja csak, mondta neki, majd Mrs. Bird elintézi. A lány bizonytalanul felpillantott, majd lesütötte szemét, és gyorsan visszaült. Hát így állunk. Mégsem hagyja annyira hidegen a házasság gondolata, mint mutatja. Somolygott magában elégedetten Jared. Ilyeténképp megnyugodva, újra határidő naplójának szentelte minden figyelmét. A szokásosnál korábban vacsorázzunk, hogy még láthassuk a tűzijátékot a Vauxhall Gardenben. Fülsértő lelkesedés követte a bejelentést. Ez ám a ragyogó terv, uram! Rikantott vidáman Robert. Én még sosem láttam tűzijátékot, árulta el szégyellősen Ethan. Zenekar is lesz? Hugh mindent tudni akart. Úgy hiszem, válaszolta a fiúknak. És fagylalt? Minden bizonnyal. A lány arcát nézte, mit szól hozzá, hogy a Vauxhall Gardenben ünneplik meg az esküvőjüket. Eddig eszében sem jutott, hogy egy némely hölgy ezt sértésnek venné. De Olimpia szeme izgatottan felcsillant. Csodás gondolat, mindig is szerettem volna tűzijátékot látni. Jared megkönnyebbülten felsóhajtott. Még hogy ő benne nincs, robannikus hajlam. A sötét útra is elmegyünk? Kérdezte gyanús ártatlansággal Robert. Kitől hallott a sötét útról? Ráncolta szemöldökét a férfi. Az egyik fiú mesélt róla tegnap a parkban, magyarázta Ethan. Azt mondta, nagyon veszélyes végigmenni a sötét úton. Így igaz, uram, bólogatott Robert. Azt is mondta, olyan is volt már, hogy valaki bement a sötét útra, és soha nem jött vissza. Megrázkodott. Gondolja, hogy ez igaz lehet? Nem, nem hiszem. De egy másik fiú azt mondta, hogy néhány éve az egyik szobalányuk eltűnt a sötét úton, bizonygatta Robert. Azóta se látták. Biztosan megszökött valamelyik lovásszal, vont vállalt Jared, és becsukta a naplót. Én annyira szeretnék végigmenni a sötét úton, szívoskodott tovább Robert. De csak azért, fintorgott rá Hugh, mert az a fiú a parkban fogadott veled. De ha mi is ott vagyunk, az nem számít. Lord Chilhurst elzavarná a rablókat. Igen, vágta rá diadalmasan Ethan. A rablók nem is mutatkoznának, ha ő lordsága, és mi is ott vagyunk. Csak akkor nyernéd meg a fogadást, ha egyedül mennél végig. De azt meg nem mered úgysem. Igen, igen, csúfolodott Hugh. Egyedül nem mersz végig menni a sötét úton. De igenis merek, tört ki Robert. Dehogy mersz! Most már elég legyen, dörrent az ikrekre Jared. Egy intelligens férfi nem köt fogadásokat, és nem csúfolódik. Felülemelkedik az ilyen ostobaságokon. Döntéseit csak az észszerűség befolyásolja. És most, ha befejezték a reggelit, készüljenek fel az óráikra. Igen, uram. Hugh még egy utolsó gonoszkodó pillantást vetett Robertra, és felállt. Ethan kuncogott, de ő is felugrott a székről. Robert ügyet sem vetve öccseire, udvariasan biccentett nagynénje felé. A férfi megvárta, amíg kettesben maradnak. Remélhetem, hogy a mai program elnyerte tetszését? Igen, természetesen. Olimpia elakadt, késével a levegőbe legyintett. Mindig is nagyon értett a tervek kidolgozásához. Az ilyesmit a jövőben is örre hagyom. Megtisztelő a bizalma. Ki nevet, Chilhurst? Nem, kedvesem. Magamat találom percről percre nevetségesebbnek. Jared? Döbbent meg a hirtelen felismeréstől Olimpia. Hogy képes saját magán és a vágyain gúnyolodni? Ennyire hihetetlen, hogy képes erős érzelmekre? Eddigi tapasztalataim azt mutatták, az erőteljes érzések felforgatják egy férfi életét. Hajlamos lesz a meggondolatlanságra, veszélyes kalandokba bocsátkozik, és ehhez hasonló őrültségeket követel. Csak a fékeveszett szenvedélyek érnek ilyen rossz véget, mondta kedvesen a lány.
Ön viszont sosem engedi szabadjára az érzelmeit, uram. Fülig vörösödött. Talán csak akkor, amikor a romantikus vágyai vezérlik. Úgy érti, nézett mélyen a szemébe Jared. Amikor szerelmeskedem önnel? Felhörpint tette kávéját. Ha megbocsát, Olimpia, a tanítványaim várnak. Jared, egy pillanat, valami fontosat kell mondanom. Újabb nyomra bukkantam a Lightburn naplóban. Kedvesem, a legutolsó dolog, amiről az esküvőm napján beszélni szeretnék, az az átkozott napló. Jól tudja, mennyire nem érdekel a téma. Egy szót sem akarok hallani róla. Lehajolt, könnyű csokot lehet a lány ajkára. De Jared, gondolj inkább az előttünk álló nász éjszakára, drága szirén, suttogta. Talán az is lesz olyan érdekes, mint a Lightburn napló. Kisétált. Nyitassam ki a házát? Felix Hartwell áthajolt az asztalon, és portóit töltött magának. Örömmel. Személyzete is szüksége lesz? Igen, felelte elgondolkodva Jared, de házvezetőnőt ne keressen. Az már van. Akit Appletude-ből hoztak magukkal? Nézett rá hitetlenkedve Felix. Alig ha hiszem, hogy ekkora házzal is boldogulna. Nem sok tapasztalata lehet. Majd megoldjuk. Társa vállat vont. Ön tudja. Portóit? Nem, köszönöm. Akkor hadd ürítsen poharam a küszöbön álló menyegzőre. Magyot kortyolt a borból. Azt kell mondanom, igen szokatlan módon intézi el az örvendetes eseményt. Talán mégis örökölt valamicskét a családja különbségéből. Úgy tűnik. A lapoknak sem küldhet értesítést a boldog Friedről, hisz az úri társaság már úgy tudja, önök házasok. Vihogott fel Felix. Megkérdezhetem, mivel teszik emlékezetessé a jeles alkalmat? Elvisszük a mennyasszonyom unokaöcseit a Vauxhall Gardenbe tűzi játékot nézni. A Vauxhall Gardenbe? Húzta el a száját Hartwell. És a mennyasszonya ezt jó néven veszi? Mindenben rám hagyatkozik. Még valamit, Felix. Igen. Jared a zsebébe nyúlt és előhúzta a Torbert zsebkendőjét. Kérem, gondoskodjék róla, hogy ez visszakerüljön Mr. Roland Torberthez, és adjon át neki egy üzenetet is. A másik érdeklődve nézegette a zsebkendőt. Milyen üzenetet? Mondja meg Torbertnek, ha Lady Chilhurstnek még egyszer olyan kényelmetlenségei támadnának, mint hogy idegen zsebkendőt talál a kertjében, Lord Chilhurst-tel gyűlik meg a baja. Felix átvette az illatos vászondarabot. Jó, megmondom, bár nem hiszem, hogy erről az oldalról különösebb veszély fenyegetné. Torbert nem az a kertbe osonos fajta. Én sem hiszem, hogy aggódnom kéne miatta. Kinyújtóztatta lábát, barátjára nézett. Még egy dolgot szeretnék megbeszélni. Mire jutottak a biztosítók? Az ő nyomozásuk sem volt eredményesebb, mint az enyém. Hátvel zavartan felállt és járkálni kezdett. Kénytelen lesz beletörődni, a sikkasztás mögött Richard kapitány áll. Egyszerűen nem létezik más magyarázat. Richard régi emberem, majdnem olyan régóta dolgozik nekem, mint maga. Tudom, uram, csóválta meg fejét Felix. Nagyon sajnálom, hogy nekem kellett önnel közölnöm ezt a hírt. Tudom, milyen fontos önnek a hűség és az őszinteség. Megértem, mit érez, ha azt kell hallania, becsapta valaki, akiben megbízott sok-sok éven át. Ugye, mondtam már, hogy nem szeretem, ha a bolondját járatják velem. Fél órával később bérelt hintó állt meg a Bomon ház előtt. Várjon meg, szólt oda a kocsisnak Jared. Nem maradok sokáig. Igen is, uram. Jared előhúzta aranyóráját, míg ment felfelé a lépcsőn. A fiúkat Mrs. Birdre hagyta. Túl sok ideje nem maradt Demetriára, hamarosan mennie kell Olimpiáért a könyvtárba. De pár perc is elég lesz, sok mondani valója úgy sincs. Az ajtót nyitó komornyik helytelenítő pillantása nem csupán a látogató megjelenésének, hanem érkezése módjának is szólt. Bomonnékhoz saját hintajukon érkeztek a vendégek, nem bérkocsin. Mondja meg ő lédiségének, Chilhurst kíván beszélni vele. Közölte Jared minden bevezetés nélkül. Megkaphatnám a névjegykártyáját, uram? Kérdezte égnek emelt orral a komornyik. Nincsen. Lady Momon délután 3 előtt nem fogad látogatókat. Ha nem jelent be azonnal, vetette ellen udvariasan, megteszem magam. A komornyik meghökkent, majd visszahúzódott a halba. Jared türelmesen áldogált a lépcsőn, míg nem az ajtó másodszor is feltárult. Lady Bomon a szalomban fogadja önt. A férfi szó nélkül belépett, átvágott a hallon, és benyitott a szalomba. Demetria már várt rá.
Halvány kék, fehér mintás ruháját nyilvánvalóan az arany és kék szín pamlakhoz választotta. Távolságtartóan rámosolygott a belépőre, de szemében aggodalom bujkált. Jarednek most úgy tűnt, az asszony mindig ilyen hideg gőggel, mint egy három lépés távolságból kezelte őt. Három éve ezt az önmérséklet és a női erény megnyilvánulásának vélte. Akkoriban azt hitte, pontosan ezekkel a jellemvonásokkal kell rendelkeznie a feleségének. Később rá kellett döbbennie, hidegségével, rátartiságával Demetria csak az undorát akarta palástolni. Isten hozta Chillhurst. Micsoda meglepetés! Valóban? Nézett körbe közönyös tekintettel a gazdagon díszített szobán. A falakat kék selyem tapéta borította. A kandalló erezett márványból készült, a hatalmas ketrenéző ablakokat nehéz bársonyfüggöny keretezte. A fényűző berendezés Bomon gazdagságát volt hivatott hangsúlyozni. Jól megy a sora, Demetria. Kételkedett benne valaha is, hogy így lesz? Nem, egy percig sem. Nézte a pompa közepén üldögélő asszonyt, aki látszott, ebben a környezetben érzi igazán otthon magát. Aki most látta Demetriát, nehezen tudta elképzelni, hogy volt idő, amikor alig volt gazdagabb a templom egerénél. Ön mindig nagyon céltudatos asszony volt. Akik szegénységben születtek, nagyon gyorsan megtanulják, ha nem tesznek ellene valamit, a bizonytalan lét maga alá temeti őket. De ön ezt nem értheti, Chillhurst. Valóban nem. Miért mondaná el neki, hogy ő is megtanulta ezt a leckét? Miért beszélne a keserves gyermekévekről, amelyek egy gondolkodásra, odafigyelésre képtelen, rémisztően hóbortos családban, a lassú, de biztos elpénztelenedés jegyében teltek? Valaha megkívánta osztani a múltját is ezzel az asszonnyal. De Demetriát már akkor is csak a saját és öccse jövője érdekelte. Feltételezem, nyomos oka van rá, hogy ezen a korai órán felkeresett. Természetesen. Természetesen? Ismételte Demetria keserű illel. Soha semmit nem tesz ok nélkül, ugye, Jared? Mert ebből áll az élete. A nyomos okaiból, az órájából és az Isten verte határidőnaplójából. Hadd halljam, miért jött ide? Tudni szeretném, miért látogatta meg szívbéli barátnőjével és az öccsével tegnap a feleségemet. Micsoda kérdés? Kerekedett el ártatlan a nő szeme. Csak üdvözölni akartuk a városban. A hazugságait tartogassa a férje számára. Ha majd annyi idős leszek, mint ő, én is elfogadok egy ilyen magyarázatot. Nincs abban a helyzetben, hogy megítélhesse a házasságomat, Chillhurst. Szűkült vékony vonallá Demetria szája. Semmit nem tud róla. Csak a kiváltó okokat ismerem. Ön pénzt akart, Bomon pedig utódot. Tudja, a mi köreinkben a házasságok java ezen az alapon köttetik. Az egyik fél örökségre, a másik örökösre vágyik. Bizalmatlanul ráncolt a homlokát. Csak nem azt akarja elhitetni velem, hogy önt, és a meglehetősen furcsa asszonykát, akik az Iberton Street-en dugdos, nemesebb megfontolások vezették. Nem azért jöttem, hogy a házasságomat vitassam meg önnel. Akkor miért? Hogy figyelmeztessem önt és azt a felfuvalkodott öcsét, hogy még egyszer ne merészkedjenek a feleségem közelébe. Nem tűröm, hogy macskaegérjátékot játszanak vele. Megértette? Miből gondolja, hogy játszadoztunk vele? Talán csak kíváncsiak voltunk arra a nőre, aki az ön kívánalmainak teljes mértékben megfelel. Mostanában annyira unatkozik Demetria, hogy Olimpiával mulatja az idejét? Ennyire unalmas lenne szegénykém? Kérdezte maroggunnyal Demetria. Kár, mert hogy fogja így az ön érdeklődését ébren tartani? Vagy ez a kis szürke kék harisnya lenne álmai ne továbbja? Túl messzire megy Demetria. Megkapta, amit akart, Chillhurst. Demetria szeme haragosan felszikrázott. Az asszonyt, akit alkalmazkodik az időbeosztásához? Az asszonyt, akiből hiányzik a szenvedély, így aztán azt sem veheti észre, önben sincs egy fikaszni sem? A magánéletem csak rám tartozik. Jared már indulni készült, de még visszafordult. Ön megkapta, amit akart, Demetria. Érje be ennyivel. Ez fenyegetés akar lenni, Jared? Azt hiszem, igen. Demetria keze ökölbe szorult. Könnyen fenyeget. Csak azért, mert már amikor megszületett, meg volt mindene. Vagyon és rang. Azt hiszi, mindannyiunk felett áll? De jó, jegyezze meg, Jared. Cseppet sem irigylem érte. Ezt megkönnyebbülve hallom, mosolyodott el a férfi. Nem, nem irigylem, uram. Tündökölt fel Demetria tekintete. Mert arra ítéltetett, hogy soha ne ismerje meg azt a szenvedélyt, amitől lángra gyull a vére.
Soha nem fogja tudni, milyen az, ha az érzelmek folyója körülöleli és magával ragadja. Demetria. Soha nem fogja érezni, milyen felemelő, ha egy másik ember lelke megérinti az önét. Az önkereskedő szíve soha nem dobbanhat meg egy szerelmes válasz hallatán. Igaz, Jared? Érezte már valaha is a szerelem erejét? Mikor a nő szemébe nézett, tudta, mindketten ugyanarra a délutánra gondolnak. A csókra a Láng szigetén. Nem az az udvarias szinte testvéri csók volt, mint az előzőek. Jared bizonyosságot akart. A csók hevessége őt magát is meglepte, de lelke mélyén számított az eredményre. Mindketten ráébredtek az igazságra azon a napon. Kettejük között szó sincs érzelmekről. A férfi akkor rádöbbent, képtelen lenne egy szenvedélyektől és vágyaktól mentes házasságban élni. Köszönettel tartozik Demetriának, amiért erre a gyengeségére felnyitotta a szemét. Higgy el, mindent elkövetek, hogy megismerjem ezt az érzést, mondta. Ég áldja, Demetria. Nem szeretném még egyszer megtudni, hogy háborgatni meri a feleségemet. A léhűtő öccsének is azt üzenem, ne kerüljön többé a szemem elé. Miért? Riadt meg Demetria. Nem bánthatja. A férjem gazdag és befolyásos ember. Megvédelmezi Giffordot, ha szükséges. Legjobb tudomásom szerint, ráncolt a szemöldökét Jared, a férjét leginkább a potenciája foglalkoztatja, nem nagyon marad ideje egy esztelen sógor pesztrálására. Ön is jobban tenné, ha hagyná végre a Seaton felnőni. 23 éves. Épp ideje, hogy férfivá érjem. Gifford már férfi, maga gazember. Ugyan, csak egy vad, akaratos, kiállhatatlan és indulatos kölyök. Azzal, hogy a széltől is óvja, megakadályozza, hogy önmagára találjon. Ha végre elereszteni a kezét, Seaton hamarosan megtanulná, hogy felelősséggel tartozik a saját tetteiért. Míg élek, gondját viselem az öcsémnek, mondta hévvel Demetria. Nincs szükségem a tanácsaira. Jared vállat vont. Ahogy gondolja. De ha még egyszer keresztezik az utamat, ne számítson rá, hogy úriemberként fogok viselkedni. Egyszer már megtettem. Pontosan egyel többször, mint szükséges lett volna. Eddig sem értett az egészből semmit, sziszegte a nő. Ezután sem fog. És most tűnjön el Chillhurst, különben kidobatom. Boldogan távozom magamtól is. Anélkül, hogy hátra nézett volna, kisétált a halba. A komornyikot, mintha fölnyelte volna el. Helyette viszont a haragtól sápadt Gifford állt alig pár lépésnyire a szalon ajtajától. Mit keresi Chillhurst? Nem, mintha magára tartozna, de elárulom. Meglátogattam az elbűvölő nővérét. Azzal kikerülte a fiatalembert, és a bejárati ajtóhoz ment. És mit mondott neki maga átokfajzat? Jared egyik kezével a kilincsen megállt. Ezt is elárulhatom. Mondandóm lényege ez volt. Ne merészkedjenek többé a feleségem közelébe. Gifford csinos arca eltorzult a felháborodástól. Mindketten tudjuk, a fenyegetése csupán üres fecsegés. Nem tud megijeszteni. Bomon még magánál is erősebb. Ha magának lennék, nem bíznék ennyire Bomon támogatásában. Nyitotta ki Jared az ajtót. Se a nővére segítségében. Gifford közelebb lépett. Az ördög vigye Chillhurst, miről beszél? Ha meglátom a feleségem közelébe, nem viszi el szárazon. No csak Chillhurst, gúnyolódott Gifford. Te még párbajra is kiállna velem? Ne levettessen már! Még sohasem mutatkozott hajnali találkán, hisz ehhez túlságosan megfontolt és hidegfejű. Ehhez túlságosan gyáva. Nem látom értelmét, hogy erről vitatkozzunk. Figyelmeztettem. Kilépett, az ajtót csendesen behúzta maga mögött. A bérkocsi még az utcán várakozott. A Musgrave intézet könyvtárához. Szólt Jared a kocsisnak. Gyorsan, ha kérhetem. Találkoznom kell valakivel. Beszállt. Igenis, uram. Bolintott a kocsis, és kieresztette a gyeplőt. Jared hátradőlt az ülésen, a távolodó Bomon házat nézte. Demetria téved, ha azt hiszi, neki nincsenek érzései. Ha látná a benne tomboló érzelmek kavalkádját. Ma van az esküvője napja. Nyugodtnak és elégedetnek kellene lennie, hogy terve ilyen szépen alakult. Olimpia hamarosan az övé lesz. Isten és ember előtt egyaránt. De ma reggel kellemetlen érzésekkel ébredt, a zavaló gondolatok most sem hagyták nyugodni. Idegességét nem értette, hisz hamarosan övé az asszony, akit akar. De még mindig nem tudta, miért egyezett bele Olimpia a házasságba. A lány előzőleg jóformán már kikosarazta, aztán Demetria látogatását követően váratlanul kijelentette, meggondolta magát. Kivámult a forgalmas utcára.
Olimpia nem menne hozzá csak azért, mert ő rendben tartja az otthonát. Valami más lehet a háttérben. Valami másnak kell lennie. Olimpia kíván engem, emlékeztette magát. A szenvedély perceinek emléke sem nyugtatta meg. Olimpia, ez a nagyvilági hölgy nem megy feleségül senkihez a vágyai miatt, vagy hogy hírnevét mentse. Talán Demetria mondott vagy tett valamit, ami jobb belátásra késztette. Talán a nappaliban történt kínos jelenet győzte meg arról, most már az illendőség is megköveteli, hogy férjhez menjen. Bármennyire is büszke Olimpia a dolgokban való vélt jártasságára és tapasztalataira, azért ő csak egy romlatlan vidéki lány. Talán végre megértette, más dolog házasnak mutatkozni a világ előtt, és más, ha a világ ezt el is hiszi. Azt persze nem tudhatta, Jared nem tanár, hanem vikomt. Ha ő nem hazudik a kezdet kezdetén, Olimpia nem került volna ebbe a szerencsétlen helyzetbe. Akkor talán nem mondana igent erre a kötelezőnek tűnő lánykérésre. De talán akkor is elfogadná férjéül, ha volna más választása. Jareden hol a remény, hol a csüggedés vett erőt. A Vauxhall Garden egére felszökő, ezernyi vakító csillagocskaként villozó színmiriád néhány pillanatra felettette Olimpia nyomasztó gondolatait. Férjhez ment. Még nem volt ideje megszokni ezt az életben hirtelen beállt fordulatot. Jared felesége. Hihetetlennek tűnt. Az alig pár percig tartó, jól előkészített, üzleti megbeszélése emlékeztető esketési ceremóniát, mintha csak álmodta volna. Ásó, kapa, nagy harang. És ha óriási hibát követtem el, ha soha nem fog úgy szeretni, ahogy én szeretem őt, rettent meg. Azt tudja, a férfi kívánja őt. De a vágy még nem szerelem. Sophie és Aida néni megtanították rá, hogyan különböztesse meg az igazi szerelmet a testi vágytól. Tiszta szívéből szerette Jaredet, de nem hitte, hogy az is megengedi magának, hogy szeretsen. Hisz a saját érzelmeit nevetségesnek találja. Magához szorította retiküljét, és a sötét égre felfröccsenő fényeket nézte. Mindenét odaadná, ha a férfi szenvedélyét szerelemmé változtathatná. Azt láttad? Rángatta meg karját Ethan, és üdvözült arccal az égbolton átsuhanó színpompás tűzcsovára mutogatott. Aztán Jaredhez fordult. Látott már életében ilyen csodálatosat, uram? Nem, felelte, felesége arcát nézve, nem a tűzijátékot. Azt hiszem, még nem. Olimpia a szeme sarkából látta, Jared tekintetében is különös fények gyúlnak. Soha nem tűnt még veszélyesebbnek. Amikor így nézett rá, félelemmel vegyes izgatottság fogta el. Amikor így nézett rá, gyönyörűnek érezte magát. Nekem nagyon tetszik a muzsika is, lelkendezett Hugh. Szerinted is olyan izgalmas, Olimpia néni? Ó, igen, válaszolta erőtlen hangon. Látta, a férfi szája sokat sejtető mosolyra húzódik. Tudja hát, hogy ő csak az előttük álló éjszakára, a gyengéd érintésekre tud koncentrálni. Olyan édes ez a zene, suttogta a fülébe Jared, mint a szirének éneke. Már alig bírok magammal. Belekarolt, így hallgatták a sokaság feje felett áramló dallamokat. Több ezer ember lehet itt. Nézett körül Robert. Legalább 2000 lehetünk, mondta Jared. Ez egyben azt is jelenti, nagyon könnyű elveszni ekkora tömegben. Szeretném, ha mindnyájan a szavukat adnák, nem mennek el a közelemből. Nem megyek el, uram, ígérte szófogadóan Robert, majd üdvrivalvagásban tört ki, amint újabb fényzuhatag világította meg az eget. Én sem. Ethan lelkesen megtapsolta a látványt. Én sem, uram, nézte Hugh vágyakozva a zenekart. Nagyon nehéz hangszeren játszani, uram? Jared tekintete Olimpiáiba mélyett. Tengernyi időt és erőfeszítést igényel, mondta lágyan. Nem ez célokat, igazi sikereket csak fáradtságot nem kímélve érhetünk el, ha teljesen a feladatnak szenteljük magunkat. Olimpia tudta, itt nem a hangszerekről van szó. Jared egyenesen hozzáintézte szavait. Nem volt egészen tisztában a mondat jelentésével, de érezte, ez egyfajta vallomás a másik részéről. Ajka megremegett, bőre bizsergett a nehéz karikagyűrű alatt. És a dob, érdeklődött tovább Hugh, az nem lehet olyan nehéz megtanulni. A zongora akkor már több örömet kínál. Tényleg? Hugh komoly arcocskáján megvillantak a távolban lobbanó fények. Igen. Ha szeretne megtanulni valamilyen hangszeren játszani, majd hívok magához egy zenetanárt. Az nagyon jó lenne, vidult fel Hugh. Olimpia megszorította a férfi karját. Ön olyan jó hozzánk, uram.
Jared csókot lehelt a kesztyűs kézre. Örömömre szolgál. Hol van Robert? Kérdezte hirtelen Ethan. Az előbb még itt volt, válaszolt Hugh. Talán elment fagylaltért. Én is kérek. Olimpia idegesen körbe pillantott. Az izgatottan eget bámuló emberek között sehol sem látta a fiút. Elment, uram. Azt ígérte, itt marad, de nem látom sehol. Jared halkan káromkodva engedte el felesége karját. A sötét út. Tessék? Úgy látszik, nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy végig ne menjen a sötét úton egyedül. Ó, igen. Beszélt ma reggel valami fogadásról. Megrémítette a másik haragos arc kifejezése. Valóban olyan veszélyes ez a sötét út? Dehogy, legyintett a férfi. Nem is ez a lényeg. Robert szavát adta, hogy a közelembe marad. És most eltűnt. Meg fogja verni, uram? Kérdezte neheztelve Ethan. Csak a fogadás miatt van, uram, vette védelmébe bátyját Hugh. Csak azért ment el. Robert indokai nem érdekelnek, felelte vészjósló nyugalommal Jared. Egyedül az számít, hogy megszegte az ígéretét. De ez csak kettőnkre tartozik. A gondjaikra bízom a nagylényüket, én pedig megkeresem Robertet. Nagyon remélem, mindhármukat ezen a helyen találom, ha visszatérek. Igen, uram, suttogta Ethan. Vigyázzunk Olimpia nénire, fogadkozott Hugh. A férfi Olimpiára nézett. Ne aggódjék, Robertnek nem eshetett baja. Nem sokára mind a ketten itt leszünk. Jó. Egyik kezével Ethan, másikkal Hugh keze után nyúlt. Itt fogunk várni magukra. Jared sarkon fordult, és egy szemvillanás alatt eltűnt a tömegben. Hugh megszorította Olimpia kezét. Szája reszketett. Szerintem Mr. Chilhurst, vagyis ő lordsága most nagyon haragszik Robertre. Dehogy is, nyugtatta meg Olimpia. Csak bosszankodik miatta. Lehet, hogy Robert miatt ránk is haragudni fog. Hugh szemében megjelent az első könycsepp. Aztán úgy dönt, annyi gondot okozunk, hogy nem is foglalkozik velünk többet. Olimpia megsimogatta a fiúcska fejét. Nyugodj meg, Chilhurst nem dob el magától minket. Sem Robert, sem senki más miatt. Nem is teheti meg, igaz? Derült fel Ethan arca. Most, hogy már a férjed, hozzád van láncolva. Olimpia a fiúra nézett. Milyen igaz, Ethan? Hozzám van láncolva. Kiábrándító gondolat. Minden reménye, várakozása köddé vált. Chilhurst csak a becsülete és a vágyai miatt ment bele ebbe a házasságba. És most Olimpiához van láncolva.